A büntet helyszínén sárba lépett az elkövető. Ez volt az első hibája, ugyanis az ügyes nyomozók már is rábukkantak és megkezdték a kutatást. A szolnoki rendőrkapitányság és Szolnokváros közbiztonságáért közalapítvány immáron 11. alkalommal szervezte meg bűnmegelőzési és életmód táborát, ahol 77 fiatal vetette bele magát a nyomozás rejtelmeibe. Most egy ilyen bűncselekmény kell megoldanunk, mert betörtek egy épületbe. És meg kell oldanunk ezt a bűncselekményt, mint egy nyomozó szakosztály, és azt is figyelembe kell vennünk, hogy az emberek összetartsanak a csapatban. És ugye, hogy megtaláljuk a nyomot... Feladatokat kell végrehajtanunk. Vegyetek eszköznyomatot. Azt vigyétek magatokkal, vigyázva arra, hogy a nyom ne sérüljön meg a későbbi azonosítás érdekében. Egy újabb helyszín a bűnügy felgöngyölítésénél. A nyomozók itt találkoztak először az elkövetők fegyverével. Ügyes és óvatos kész kellett a nyomat elkészítéséhez, amit most rendhagyó módon gyurmával végeztek el a fiatalok fontos pontja volt ez a nyomozásnak, ugyanis ezzel akár sikeresen beazonosíthatták az elkövetőket. A feladatok során a térkép segített a legtöbbet, ez irányított a következő nyomhoz. A gyerekek nyolc állomáson keresztül ismerhették meg, miért is lehet olyan izgalmas a nyomozók élete. Szerintem azért izgalmas, mert a rossz tevőket el tudják kapni, és úgy megmentik a világot, és vagy át a országot, hogy ne legyen több bűnöző. Hát nekem azért tetszik, mert, mert, mert izgalmas. Az együttműködés és a csapatmunka adta a nyomozás sikerét. A tábor szervezői, mint minden évben, most is figyeltek arra, hogy olyan feladatokat állítsanak össze, amivel fejlesztik a gyerekek készségeit, és tanulságul szolgálhat számukra. Próbáljuk őket a, a megelőzés irányába terelgetni, tehát mindenben benne van egy kicsit a bűnmegelőzés, hogyan vigyázz magadra, hogyan vigyáz az értékedre, hogyan viselkedj a társaiddal. A legnagyobb problémát ugye az iskolai erőszak agresszív jelenti, amit, amit, próbálunk itt kicsit átadni, hogy, hogy többre megyünk egy mosójal, meg egy kérdéssel, vagy egy beszélgetéssel a konfliktusaink kezelésébe. A sokszínű programok miatt a tábor népszerűsége egyre nő a gyerekek körében. Én is azt szerettem volna jönni, mondtam is, hogy uh, amúgy szeretnek jönni, és anya mondta, hogy ha dolgozóik, ha nem, akkor persze, hogy eljöhetek, mert uh, jó tábor, meg vannak. A szervezők még egy napig kínálják a gyerekeknek a programokat, pénteken például az idősebbek retro kedvenceikkel játszva ismerkedhetnek majd meg.